Nászingról, esküvő, hát jó lenne, de én most éppen társkeresésben vagyok. Megosztanám önökkel a tapasztalataimat. Szabad lenne egy kis nézőtéri fény, hogy jobban lássam, hogy kikkel osztom meg a legférdettebb titkaimat. Jó, hát csak így szűk körbe tényleg. Esetleg megkérdezhetem, hogy van-e még valaki, aki hasonló cipőben jár és éppen társak keres? Egy kézfeltartásra. Jó, nem vállalják. És aki esetleg már megtalálta a párját, azt meg szabad kérdezni kezed föl, csak bátran, ha itt ülő és jól van. Muszáj bevállalni. Hát, van egy rossz hírem, a már bátoláltak 10%-a is keresgél szabad még egyszer a kezedbe tenni, egészen adunk már statisztikára, akkor 1, 2, 3, 5, 9, 10, hát a hölgynek, de nem bíznék meg benne, elkezdem, és az úrba sem. A statisztika nem hazudik. Hát az a helyzet, hogy engem úgy annyira nem zavarna, hogy szingli vagyok, de hogy anyámat inkább. Úgy jobban rajta van ezen a projekten, hogy találjak valakit. Nem azt mondom, hogy azt szeretnék, hogy összejöjjek valakivel, de hogy bárkivel, aki szembe jön. Hát nagyon kellemetlen jelenetek szoktak lenni, jön hozzánk víz, gáz, fűtészedő, bárki. Ez itt a kazán, ez meg a lányom egyébként szintén. Rettenetek. Azt olvastam a Feminába, és ha ott írják, akkor igaz, hogy 25 éves kora körül az ember megtalálja a párját. Hát ez, aki előtte van, annak még talán jó hír, aki meg így utána, annak már végre az életének, hát ennyi. Szabó személyet szakajt, azt ugye szokták mondani. Hát egyébként így 25 fölött tényleg nehezebb egy kicsit, mert az embernek úgy lesznek elvárásai, hogy tudja, hogy mit akar, meg lesz olyan, hogy önbecsülés, ugye? Hát engem így 25 fölött megkérdezi, olyan megkérdezne valaki, hogy milyen férfire vágyom, el tudom mondani, ugye? Hát, magasabb legyen, mint én, legyen munkája, hobbija, szeressen kirándulni, de mondjuk nekem ne kelljen belemenni. Ne legyen laktózérzékeny, az körülbelül ennyi. Olyan ez, mint hogy van egy asztal, tele csokoládéval, oda megy egy gyerek, és akkor, jaj, de jó, van csoki. Oda megy egy felnőtt, csak mazsolás van. Aztán ugye a randevú is ilyen, elmentek, randevúztok, beszél egy órát az exéről, és tudod, hogy ez mazsolás csak. Ki lehet belőle piszkálni a mazsolát? Meg ha már régóta nem ettél csokit, akkor megfogod. De nem lesz az igazi. Hát Zoana, nagyon nehéz, meg az is ugye, hogy azt mondják, hogy a szerelem akkor talál rád, amikor nem számítasz rá. Hát jó. Akkor én most számítok. Ugye, ugye? Hát ez olyan, mint hogy most senki ne gondoljon a fehér jeges medvére, mire gondol mindenki? Hát én mondjuk arra, hogy miért nincs senki. Hát nem könnyű, meg az is ugye, hogy hol. Hol ismerkedjen az ember, hol? Hát párban élő barátaim azt szokták mondani, hogy ismerkedni bárhol lehet, még az utcán is. De jó, mondjuk én a 8 kertben lakom. Hát ott az ismerkedést a kirablástól ennyi választja el, ugye? De legalább lesznek vicces sztorik, hogy meghívsz-e valamire a pénzemből, vagy megadnám a számom, de nálad a mobilom. Annak hogyan, de tényleg hogyan. Hogyan ismerkedjük így pontra. Mint a romantikus filmekben, hogy van a lány egy pohár vörös borral, és jön a fiú, és hopsz, így véletlenül leönti, ugye? És hogy elkezdi törölgetni, kicsit így lejjebb is jutott. És akkor jön az örök szerelem, és akkor majd lesz valami, hát nem tudom. Nagyon flörtőnik, ugye? Olvastam egy cikket. Az a címe, hogy hogyan légy flört királynő. Hát ezt nekem írták. Az első remek tip. Pislogs. Na mondjuk ez egyébként is fontos. Próbálj még nem pislogni, kiszárad a szemed, megvakulsz.
állítólag a férfiak adja, hát már a melyiket van. A gyakori pislogás szexuális izgalomként érzékeli. Hát vannak veszélyei, mondjuk így mész a körúton, szemedbe megy valami, hárman ugranak oda, hogy ebből kettő hajléktalan. Anyukám, vettem a jelet. Ez így spontán nagyon nehéz. Hát jó, hát beregisztráltam egy ilyen társkeresőre. Mutatom, kiket talál. Hát, azt mondja, itt az első. Tetszik, mi? Ugye? A bombivány. Hát ezt írja, ilyen hódító szövegek, azt mondja, hogy a férfi választ magának királynőt. Aha. A királynő érezze magát megtisztelve, hogy a király mellette lépkedte. Csinálhatsz bármit, de igazán boldog, csak egy férfi oldalán lehetsz. Nem tolt egy kicsit túl a motiváció, de tényleg. Alig várom, hogy találkozhassunk. Még egyébként is van ez a lábbombi, hogy háromszor találkoztunk, de ő már tervez. Gyerek, esküvő, közös hitel, közös márványsír, hát most komolyan. Ez mi már? A vágyak találkoznak a hülyeséggel, és elindul egy ilyen szerelemvonat. Hát mondjuk inkább így, hogy vakvágánynak nevezni. Na itt ez a másik. Nagyon klassz, azt írja a drága. Egész nap várom, mikor írsz. Mikor jelentkezel. Csak tudd, én egész nap rád gondolok. De ráér a drága, ugye? Ez már gyanús. Tudom, hogy három rendezvú az semmi, de az érzések nem hazudnak. De. Van, amikor hazudnak szerintem. Minket az ég is egymásnak teremtett. Úgy érzek. Hogyha nem kellek, mondd meg az elején, ne játsz velem, mert törék egy játékszer a szív. Ó, anya. Ő nem csinál semmit, hogy vár egész nap, hogy én jelentkezek, én cseteljek, én írjak, én talán mindent én csináljak, de érzelmi gomb lesz, te, üres a puttony, az a baj. Biztos szeretne valakinek a kebrein csüggeni, de én nem fogom örökbe fogadni, az majdnem biztos. Hát ebben úgy lett volna valami. Három randi után azt írja, figyelj, tudom, hogy vállalkozásba szeretnék kezdeni, én meg bővíteni szeretném a virágüzletemet Újpesten. Óriási. Nekem vállalkozásom van, neked meg pénzed. Aha. Ismerős. A tenyeremen akarlak hordozni, és minden földi jót meg akarok neked adni. Szerelmem. Csináljunk közösséget, és éljük meg az álmaidat. Milyen van? Három randi után megyünk fel közös hitelt. Tényleg? Gondolod? Meg azt mondja, hogy mi bajunk lehet, legfeljebb milliómosok leszünk. Ja, az újpesti virágüzletből. Valószínű. Tenyerén akar hordozni, de pénzem az nekem van. Mint az émes. Hát, ezt az én még megmutatom tényleg. Azt írja a drága. Tudod, én egyszerű családból származom, de a szívem tiszta. Hát csak az, mert a ruhád nem annyi. Én csak szerelemre vágyom, ha lenézel, az a te bajod. Én csak magamat tudom, hogy pont elég, ugye, ebben az esetben. És ha nem kellett neked, ma szívesen randevúzva velem, hidd, én elhiszem, ugye, a fejős lányok biztos. Ha hiszed, ha nem, sok nővet hetelek, mert állítólag van bennem valami sár. Hol? Hát ezt a lottó ötöst is vigyen valaki más, de életem lehetőségét kihagynám, az biztos. Hát ez körülbelül ennyi, körülbelül ez a szint. Aztán még vannak, ugye, az alkoholisták. Meg akikkel lehet randizni, az urológiák. Hát én úgy döntöttem, hogy feladom. Ez nem megy nekem se így, se úgy. Mondottam, beregisztrálok a törött szárnyakon, ura. Ott legalább lelki társat találok, hát nem. Én többé. Nem akarok vérezni, az biztos. Nem akarok minden áron férhez menni, nem kell tőlem félni sohasem. A szívemet azt ki kell nekem érdemelni, mert én az igazit keresem. Minden áron házasságot, az élet célom, nem az esküvő. Én megfigyeltem, milyen rosszul járnak mások,
bosszú bánat, szerelemből bosszú dámat, s végül marhat majd a bót. S alig egy-két hétre mához visszamehetsz a mamához, s nézheted a csillagokat, jaj, de szóval. Én nem akarok minden áron férhez menni, nem kell tőlem félni sohasem, a szívemet az ki kell nekem érdemelni. Hosszú bánat, szerelemből bosszú támad, s végül marhat majd a bút. S alig egy-két hétre mához visszamehetsz a mamára, s nézheted a csillagokat, jaj, de szomorú. Minden áron férhez menni, nem kell tőlem félni sohasem, a szívemet azt ki kell nekem érdemelni, mert én az igazit keresem. Mert én az igazit keresem, vagy sem.